Jó estét kívánok! Önök a Szombathely Ma, a Szombathely Televízió közéleti magazin műsorát látják. Köszöntöm a kedves nézőket! A mai műsorunkban is próbáltunk érdekes és izgalmas témákat összeválogatni. Nézzük is sorba, hogy mivel készültünk ma. 95 éve, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, ami ugye az első világháborút lezáró békeszerződés volt. Ennek emlékezetére országszerte, így Szombathelyen is különböző megemlékezések lesznek, erről fogunk majd beszélgetni. Aztán Te csak tedd a jó címmel közös jótékonysági délután tartott a város 4 világi karitatív szervezete, és erről készítettünk egy kis összefoglalót. Aztán mire jó egy kis kert, most, hogy beköszöntött a jó idő, a Parkerdei Kertbarát Egyesülettel fogunk beszélgetni, illetve az elnökével és elnök helyettesével fogunk beszélgetni arról, hogy mivel készülnek, milyen rendezvények voltak, milyen lehetőségek vannak a parkerdőben a kiskert tulajdonosok számára. 10 éves az integrált oktatása a Bercsényi Miklós általános iskolában. A jubileumot nyílt nappal ünnepelték meg, mi is ott jártunk, és erről készítettünk egy kis összeállítást, ezt fogjuk megtekinteni. Végül pedig a műsorunk végén a fecskékkel fogunk egy kicsit közelebbről megismerkedni, mert hogy a Magyar Madártani Egyesület szerint 2020-ra teljesen eltűnhetnek a fecskék Magyarországról. Hogy ez miért probléma, és mit lehet ellene tenni, a műsor végén ezzel fogunk megismerkedni. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Bár még 2 hét van a trianoni megemlékezések napjáig, de vannak olyan események, illetve lesznek olyan események Szombathelyen, amihez nem árt időben felkészülni, ezért fogunk most egy kicsit beszélgetni a megemlékezésről, illetve a megemlékezésekről itt Szombathelyen. Köszöntöm a stúdióban Horváth Csabát, a Polgári Egyesület Szombathelyért elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan készül a Polgári Egyesület a trianoni megemlékezésre? Hát ez most már szinte hagyomány, hiszen az Egyesület 2010 óta minden esztendőben tart megemlékezést. Azt tudni kell, hogy 2010-ben döntött a parlament arról, hogy minden évben meg kell emlékezni erről a nevezetes dátumról, amikor is, mint ahogy ön mondta, a trianoni békeszerződés, ma már úgy mondjuk, hogy békediktátum aláírása megtörtént Versailles-ban, a Trianon palotában, amikor is Magyarországot nagyon súlyos veszteségek érték, hiszen területének több mint 71%-át, lakosságának 63,5%-át elvesztette a döntés értelmében, és ezen kívül ugye nyilvánvalóan a területvesztése nagyon sok egyéb javat is vesztett, bányákat, erdőket, tehát rendkívül kemény döntés volt és kegyetlen döntés, ami akkor érte Magyarországot. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy erről megemlékezzünk minden esztendőben, és ez idén is így lesz. Sőt, idén egy jótékonysági est keretében történik a megemlékezés. Ugye ez egy traumatikus esemény a magyar társadalom számára, ugyanakkor a Magyarország számára ez nem csak a traumára való emlékezés, hanem egy sokkal pozitívabb üzenetet hordozó nappá vált, a Nemzeti Összetartozás napjává. Igen, a parlament így döntött, hogy legyen az a Nemzeti Összetartozás napja, hiszen nagyon sok magyar ember rekedt az országon kívül, illetve nagyon sokan kivándoroltak az országból, és ez a Nemzeti Összetartozás napja legalább június 4-én legyen mindenki számára egy fontos üzenet, hogy mennyire kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, illetve mennyire fontos az, hogy a határainkon kívül élő magyar testvéreinkkel kapcsolatot tartsunk, illetve megemlékezünk arról a tragédiáról, ami történt annak idején. Említette, hogy a Polgári Egyesület egy jótékonysági esttel készül a megemlékezésre. Mit lehet erről tudni? Szombathely megyejogú város polgármesteri hivatala, illetve önkormányzata döntött úgy, hogy még az áprilisi közgyűlésen, április 16-án, hogy az országos felhíváshoz csatlakozva Kárpátalja megsegítésére adománygyűjtést szerveznek. Ezt polgármester úr, illetve Lendvai Ferenc tanácsnok úr április végén, április 29-én tette közzé, és meg is adták azt a számlaszámot, ahol adakozni lehet a kárpátaljai Kisdobrony község javára. Ez egy majd 2000 fős település, ahol a lakosság több mint 96%-a magyar, szinte teljes egészében magyar,
és ide szeretnének eljutatni pénzbeli adományt, és erre szól a felhívás. És mikor hallottuk ezt, az Egyesület úgy döntött, hogy mi is csatlakozunk ehhez a felhíváshoz, és az idei trianoni megemlékezést egy jótékonysági est keretében tartjuk meg, ahol a Szavária Filmszínházban június 4-én este 19:30-tól, amikor is kezdődik a megemlékezés, ez a jótékonysági est, ott lehet a helyszínen is adományokkal hozzájárulni ahhoz, hogy megsegítsük a kárpátaljai Kisdobrony községet, illetve a kárpátaljai magyarokat, akik erre nagyon rászorultak. Nagyon fontos, hogy ezen az esten, ahol megemlékezés lesz természetesen a trianoni békediktátum 95. évfordulójáról, fellép Beregszászi Olga színművésznő, aki Beregszász és Buda Jenő díszpolgára. Közben meg tudjuk mutatni a jótékonysági esnek a plakátját, felhívását, legalábbis reményeim szerint a kollégáim segítséget nyújtanak ebben, tehát hogy hát ha többen kedvet kapnak, kiket várnak erre a jótékonysági estre? Hát mindenkit várunk, mindenki, aki él és mozog, és úgy érzi, hogy egy szép estén szeretne részt venni, hiszen rendkívül sok költemény, nagyon szép költemény hangzik el, illetve több felvételről is több zenei betét is lesz a Kormorán együttes, illetve az Ismerős Arcok zenekarnak is lesz egy-egy száma, és Beregszászi Olga színművésznő még 6 dalt is elénekel a versek között egy betétként. Miért pont a Felvidékre esett a választás, illetve erre a településre? Van valami különös kötődése a Polgári Egyesületnek, vagy pusztán a lakosság összetétele alapján választották ki? Végül is ez kárpát-aljai település. Kisdobrony községre azért esett a választás, nem mi választottuk, hanem maga az önkormányzat döntött így, hogy egész Kárpátalján nem tudnak segíteni, tehát adománygyűjtéssel akár milyen összeg jön össze, tehát egész Kárpátalján nem tudunk segíteni, de ez egy viszonylag kis településnek, még ha majd 2000 lakosa is van mondható, tehát hogyha ide juttatják el ezt az összeget, ami befolyik, és ezt még hozzá kell tenni, hogy már eleve a közgyűlés 3 millió forint elkülönítéséről döntött, ebből indult ez a folyószámla, amire az adományokat gyűjtik. Úgy tudom, azóta már több 10 000 forinttal, reméljük, hogy már talán több 100 000 forinttal is gyarapodott, és ez egy olyan méretű település, ahol ebből az adományból azért egy tisztességes összeg juthat egy-egy családnak. Még azt mondjuk el így a végén, hogy aki szeretne részt venni, mert érdeklik a kulturális programok, amiket kínál a Polgári Egyesület, vagy esetleg adakozni szeretnének, adományokat szeretnének, hova menjenek, mikor lesz pontosan, és hol lesz ez az esemény? Tehát június 4-én, hát körülbelül 2 hét múlva, vagy pontosan 2 hét múlva, június 4-én csütörtökön este 19:30-kor kezdődik a Szavária Filmszínházban, Szavária moziban, és egy olyan 60-70 perces műsor lesz. Belépődíj nincs, de mindenkit szeretettel várunk és számítunk az adományaikra. A helyszínen egy urna lesz elhelyezve, ahol az adományokat mindenki a saját döntése szerint elhelyezheti, hogy milyen összeggel támogatja ezt a kárpátaljai települést. Én pedig sok sikert kívánok az adománygyűjtéshez, és bízom benne, hogy adakozó kedvükben lesznek a szombathelyiek, és sikeres lesz az esemény. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megosztotta velünk ezeket. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább. Ahogy a bevezetőben említettem, közös jótékonysági délután tartott a Város 4 világi karitatív szervezete a Vörös Sándor Színházban, és a bevételt tárgyi eszközök beszerzésére annak a szombathelyi 7 gyermekes sütőcsaládnak ajánlották fel, mely a családapa a tavalyi bénulásos balesete miatt jutott krízishelyzetbe. Erről készítettünk egy kis összeállítást, ezt nézhetjük meg most. Lesznek, akik majd kinevetnek. Ti ne hallgassatok azokra. József Attila soraival nyitotta meg Jordán Tamás színházigazgató az első közös jótékonysági délutánt. A rendszerváltás után sorra alakultak meg a civil szervezetek Szombathelyen. 1991-ben a Zonta Klub, 92-ben a Lions Klub, 93-ban a Rotary Klub és 2014-ben a Szoroptimist Klub. Céljuk a rászorulók, bajba jutottak, nők, sérült gyermekek és felnőttek, betegek megsegítése. Ez idáig közösen még egyszer sem mutatkoztak be.
Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, mert igazából mind a négy klub ugyanazt a célt szolgálja, csak mindegyikünk a saját maga lehetőségeihez mérten. A mi programunk, az bemutatjuk az elmúlt 24 évünket. Segítő tevékenységük révén ismerté váltak a klubok a városban. Például a Rotary Klub élen jár a beteg gyermekek gyógykezelésének támogatásában, a tehetséges fiatal művészek mecénálásában, külföldi ösztöndíj programban. A Savaria Lions Klub széles körű feladatának tekinti a vakok és gyengénlátók életminőségének javítását, segít a nehéz sorsú emberek élethelyzetének kezelésében. A Zonta Klub a nők érdekében végzett tevékenységében és szociális szerepvállalásában tűnik ki. A Szoroptimist Klub a gyermekotthonok lakóiért, a gyermeküket egyedül nevelő anyákért érez segítő felelősséget. A rendezvény célja az volt, hogy a közvélemény előtt bizonyítsák, a klubok hasznos társadalmi szolgálatot végeznek, képesek a civil mozgalom erejével hatni környezetükre. Mutassuk meg mindannyian, hogy az elmúlt negyed században, tehát működésünk alatt mit végeztünk, hol vannak a hangsúlyok a munkánkban, kiket tudunk felkarolni, kiknek esik jól a mi segítségünk, figyelmünk, emberi szavunk és anyagi támogatásunk. Zene és tánc is helyet kapott a színpadon. A szervezők olyan együtteseket, csoportokat hívtak meg, akiknek vagy már segítettek, vagy akik rendszeresen támogatják a klubokat. Szép számmal érkeztek adakozó kedvű vendégek is. A segítés embere vagyok, és mindig is fontos volt számomra, hogy önzetlenül, karitatívan tegyünk az emberekért, és amikor így összeállt ez a több klub, amelyiknek az a feladata, hogy segítsenek családoknak, rászorultaknak, úgy gondoltam, hogy itt a helyem. A bevételt tárgyi eszközök beszerzésére annak a szombathelyi 7 gyermekes sütőcsaládnak ajánlották fel, amely a családapa tavalyi bénulásos balesete miatt jutott krízis helyzetbe. Nagyon örülünk neki, mert igazából ebből sok minden olyan be tudnánk esetleg szerezni, ami nekünk könnyítés lenne az otthoni dolgokhoz azzal kapcsolatban, hogy a férjem, hogyha hazajöhet. Tehát mind a gyerekek, mind a férjem szempontjából ez nagyon sokat számít. A Te csak tedd a jót címmel megrendezett jótékonysági délutánon 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Kedves nézőink, ki mindenkinek szerezhet örömet a kiskert, ez lehetne a mottoja a következő beszélgetésünknek, amelynek apropóján köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Molnár Lajost, a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Valamint Rapali Mártont, aki elnök helyettes, de itt a beszélgetés előtt elárulta, hogy utca megbízotti tagként is bemutathatom. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is, ugye most, hogy tételezzük fel, hogy lassan jön a jó idő, bár időnként megtréfál minket az időjárás, de azt gondolom, hogy beindul az élet a kiskertek környékén. Mekkora élet van ilyenkor a kiskertek környékén? Hát most beindult az élet a kiskertekbe. Ugye most van a szezonja az ültetéseknek, palántázásoknak, és permetezéseknek, fűnyírásoknak. Tehát mozgolódás van most nagyon a kiskertekben, beindult az élet. Ugye van két díj, amit minden évben át szoktak adni, ha jók az információim. Ez a legszebb kert és a legrendezettebb utca díj. Mit lehet az ideiről tudni? Hát az idei évről annyit kell tudni, hogy június elején fog elindulni egy bizottság, amit a közgyűlésünk választott meg 2007-ben. Tudjuk, akkor indult be ez a mozgalom, és ez a bizottság járja végig a területet, és összeírja azokat a szép kerteket, amelyik megítélésük szerint beletartozik ebbe a kategóriába, és kétfajta kertet sorolnak ide, egy hagyományos kertművelési kertet és egy modern kertművelési kertet, és ezeket külön összeírják, és július végén hozzák a vezetőség elé a javaslatukat. A vezetőség velük együtt megtárgyalja, megvitatjuk, még egyszer körbejárjuk a területet, és behatároljuk azt a 10 legszebb kertet, amelyik a két kategóriába az első sorba kerülne. És mikor ez megvan, akkor készítjük el a meghívókat, és augusztus 20-án szoktuk ezt ünnepségünket tartani. Erre meghívjuk mind a 180-200 kert van most már szép kert kategóriában,
és mindenkit meghívunk erre a rendezvényre, és ott adjuk át a díjakat, mind a két kategóriában az első 10 helyzetet jutalmazzuk. Én jó magam, még csak laikus kertésznek sem merném mondani magamat, viszont rettenetesen érdekelne az, hogy mit értünk hagyományos és modern kert alatt. A művelés formája, más fajok vannak benne esetleg, vagy más növények, vagy úgy kell elképzelni, hogy a hagyományos a klasszikus vetemény, míg a modern az úgynevezett ezek a filmekből ismert díszkertek. Igen, hát ennek hagyománya van, mert a hagyományos kertbe azok tartoznak, amelyiknél van még sárgarépa, zöldség, paprika, tehát termelnek a tulajdonosok. A modern kert kategóriába pedig azok tartoznak, ahol már nincsen vetemény, csak fű van, tehát pázsit van, és a gyerekeknek vannak játszóeszközök, kis úszómedence, tehát a pihenésre szorítkoznak itt a kertesek. Ez 2009-ben következett be ez a váltás, tehát hagyományos mellé tettük be a modern kertet is, mert akkor sokan kihaltak a régiek közül, és sokan eladták a kertjüket, nem bírtak vele a időskorukra való tekintettel, és akkor jöttek a fiatalok, és azok kiirtották a hagyományos kertművelési dolgokat, és befestették a kertet, meg hát berendezték modern kerti eszközökkel a kertjüket, és kimondottan a pihenésre szorítkoznak. Ugyanakkor ezeket a szép kerteket meg is kell védeni, gondolom én, mert hogyha nem élnek életvitelszerűen ott, bár elképzelhető, hogy vannak, akik több időt töltenek ott, de biztosan vannak olyanok is, akik csak kikijárnak a kertjükbe. Meg kell védeni ezeket a kerteket, tételezzük fel. És ha jók az információim, akkor ez az utca megbízotti kezdeményezés erre vonatkozik. Rapali Mártont kérdezem, hogy mit kell erről tudni? Hát annak idején 2 évvel ezelőtt körülbelül 30-32-en beszélgettünk erről az ügyről, és akkor sikerült elindítani olyan rendszert, olyan gondolkodásokat, hogy az emberek, akik ismerik egymást tulajdonképpen, és együtt is tudnak találkozni útközben, vagy menet közben, vagy ott alusznak, vagy ott dolgoznak, akkor fogják magukat, aztán elindulnak egyet, veszik a ruhát, és akkor elindulnak. Közben meg tudjuk mutatni az egyenruhát hozzá. Fölveszik a ruhákat, és elkezdenek sétálni, és akkor az emberek, akiket ismernek, abban leállnak beszélgetni, hogy nincs-e valami probléma, érdeklődünk, főleg azért, hogy a szomszédok, meg akiket tényleg arra gondolunk, hogy rendessák minden, azokkal sokat beszélgetünk, aki meg nem olyan jól viselkedik, vagy valami rosszat csinál, vagy arra megy, már nem lenne szabályos neki ott közlekedni, vagy átmászik a kertbe, azoknak szólunk, hogy jöjjenek ki, és ha valami gond van, akkor tudjuk az elnököt értesíteni, hogy itt valami gond van, akkor vagy a rendőröket, vagy valakit, ugye próbáljuk ellenőrizni a területet, hogy ne legyen belőle baj. Ebben védjük a területünket, a saját magunkét, mert az egész terület a miénkét tulajdonképpen. Nem olyan régen beszélgettünk, pont ebben a stúdióban Garamvölgyi László volt a vendégünk, és ő beszélt arról, hogy milyen fontos, amit ő szemmozgalomnak nevezett, ez a szomszédok egymásért mozgalom. Mm-hmm. Tulajdonképpen ez is valami hasonló kezdeményezés. Igen. Ez a lényege, hogy ugye a kertekben azok az emberek, akik rendszeresen kijárnak, azok tudják, hogy hol mi történik, és akkor arra mennek, és megnézik, vagy figyelik a mozgásokat, meg olyan emberek is jönnek, akik nem odavalók. Tehát olyan gonddal jön neki, vagy olyan gondolattal, hogy valahonnan valamit megváltoztatják a területet. Tehát valamit elvisznek, vagy ilyesmit keresnek, és akkor ezeket meg tudjuk is, megismerjük őket nagyjából, mert tudjuk, hogy nem úgy működnek, nem úgy jönnek, mennek, mint ahogyan egy átlag kertes ember szok menni. Ha már a problémás területeknél tartunk, ugye a múlt hétvégén volt a Teszed mozgalom, ami a Tisztítsuk meg Európát mozgalomhoz kapcsolódva önkéntes szemétszedési akcióba csúcsosodott ki. Mennyire jelent problémát a szemét a kiskertek környékén, és milyen megoldásuk van erre? Gyakorlatilag itt megint olyan gondok vannak, hogy a kertesek által elhelyezett szemét is található az erdőbe természetesen, de sajnos az a helyzet, hogy sok szemét kerül a városból kifele,
már találkoztunk olyannal, hogy utánfutóval hozták ki, meg billáncsal hozták ki a szemetet az erdőben, és nem az erdőszélbe teszik le, hanem beljebb egy 30-40 méterre az erdőszéltől. És mi évente kétszer szoktunk személygyűjtési akciót szervezni az Egyesület részéről, és általában mindig olyan 5-10 köbméternyi szemetet szedünk össze, körülbelül 3 méteres erdőszakaszon a területünk melletti erdőszélekben, és hát elszomorító, hogy miket találunk különben. Az ágytól elkezdve a tévéig, a hűtőszekrényig minden található, de sok olyan háztartási szemét is van, ami tényleg bentről jön ki a városból. Kicsit próbáljunk vidámabb témák felé evezni. Ugye a beszélgetés elején azzal indítottam, hogy a mottója lehetne ennek a beszélgetésnek, hogy ki mindenki örül a kiskertnek, és ha jól tudom, akkor nem olyan régen a Herman Otto iskolának a diákjai, növendékei látogattak ki a kiskertekhez. Hogy zajlott ez, és mi történt? Igen, hát ez is egy kifele való nyitás eredménye, ez a Herman Otto iskolával történt kapcsolat. 2 évvel ezelőtt kerestem fel őket, hogy lehetne együtt működni velük. Tudtam, hogy kertépítő szakos gyerekek is vannak, és meg azt is tudtam, hogy van egy kertészetük, és hát palánta és virágvásárral is foglalkoznak. És akkor arra jutottunk, hogy ők kijönnének a területünkre egy adott napon, és ott árulnának a helyben virágot meg palántákat. Nem kellene buszon cipelni például a nyugdíjasoknak, ott megveszi, és egyszer el tudja ültetni. És akkor ennek fejében pedig mi tudnánk fogadni parképítő vagy kertépítő szakos gyerekeket, és szép kerteseket megszerveztük, hogy szép kertekbe bemennek, tapasztalatot cserélnek, tanácsot adnak, tehát mindenki jó járna vele, kertes is, meg a gyerekek is. Hát ez most megtörtént ebben az évben. Csütörtöki nap jöttek 10. osztályos kertépítő szakosok, végig jártunk 9 kertet velük, nagyon jól érezték magukat, jó sok tapasztalatot szereztek ők is, meg mi is. És másnap, pénteki nap pedig kijöttek, és palánta és virágvásárt rendeztek ott kint a helyszínen. Ez is jól sikerült, holott akkor lógott az első lába, de állisten megúsztuk, és sikerült. Lassan lejár az időnk, de azt még áruljuk el, hogy nem csak a fiatalok, de az idősek számára is készülnek valamivel a parkerdei kiskert tulajdonosok. Igen, ebbe is szerettünk volna nyitani. A Váci Mihály utca van a székhely az Egyesületnek, és arról a területről 172 kertesünk van, Szürcsepó utca, Váci Mihály utca, Benedekelek utca részről, és arra gondoltunk, hogy van ott a Váci Mihály utcában egy nyugdíjas klub, akikkel jó lenne felvenni a kapcsolatot, mert valamikor majd mi is oda kerülünk. És a 4. kerületnek a képviselőjével felvettük a kapcsolatot, és ő hozott bennünket velük össze. Elmentem én egy bemutatkozó beszélgetésre hozzájuk, nagyon szívesen fogadták a jó híreket a kertekről, és meghívtam őket egy sétára a kertbe, és a vezetőjükkel sikerült megállapodni abba, hogy június 17-én, 10 óra magasságába ki fognak jönni hozzánk, megmutatunk egy-két szép kertet, és akkor egy szalonna sütéssel egybekötött kis programot tudunk nyújtani akkor a nyugdíjasoknak. Én pedig köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és sok örömet kívánok a kiskerthez, a továbbiakhoz is. Köszönöm szépen, köszönjük. Kedves nézőink, ahogy a bevezetőben említettem, 10 éves az integrált oktatás a Bercsényi Miklós általános iskolában. A jubileumi nyílt napon mi is ott jártunk, és megmutatjuk azt is, hogy mit láttunk ott. Kerekesszékes és egészséges diákok közös tánccal köszöntötték a nyílt nap vendégeit. 10 éve indult el az integrált oktatás a Bercsényiben, az épp gyerekek együtt tanulnak sérült társaikkal. Most 20 fogyatékkal élő gyerek jár ide, vannak közöttük mozgás, látás, hallás és értelmi sérültek is. Az integrált oktatás azt jelenti, hogy épp értelmű, mozgássérült és érzékszervi sérült tanulók együtt tanulnak az egészséges gyerekekkel
az első osztálytól kezdve a ballagásig bezárólag. Nagyon fontos ez, esélyegyelőséget kapnak a sérült tanulók arra, hogy majd később be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Az egészséges gyerekeket pedig arra tanítjuk, hogy a másságot fogadják el, és ez mondhatom a 10 év távlatában, hogy nagyon tökéletesen megy. Nem kell a gyerekeket figyelmeztetni semmiféle segítségre, ők tudják, hogy mikor van szükség arra, hogy a sérült társaikat segítsék. Osztályonként 2-3 fogyatékkal élő diák tanul, emellett speciális fejlesztő órákon vesznek részt, ahol egyéni képességeiknek megfelelően foglalkoznak velük. Arra kell ügyelnünk, hogy az integrációból nehogy szegregáció legyen, tehát úgy osztjuk el őket az osztályokban, és van rá példa, hogy azért kell új osztályt indítani, hogy 2-3 tanulónál több ne legyen egy osztályban, mert akkor nagyon hamar átfordul. Ugye ezek a gyerekek, mozgáslátás, hallássérült gyerekek 3 főnek számítanak, ami azt jelenti, hogy biztosítani kell az ő számukra egyrészt a mozgásterületet, kerekesszékkel nem lehet egy tömött osztályban közlekedni, és maximálisan az önállóságra tanítjuk őket. Tehát mindent meg tudjanak csinálni, csak egy kicsit másképpen. Az épület teljesen akadálymentes most már a gyengén látók számára is. A Savaria Lions Club 50 000 forintot ajánlott fel a speciális festékre, és a szülők segítkeztek a tájékozódást segítő sárga csíkok felfestésében. Az iskola régi törekvése, hogy pihenőszoba készüljön a kerekesszékes tanulók számára. 2011-ben jótékonysági koncerten több mint 300 000 forint gyűlt össze a történelem szertár átalakítására, de a megvalósítás váratott magára. A körzet képviselője a kezdeményezés élére állt, így őszre elkészülhet a szoba. Csempéznek, nyilászárókat cserélnek és beépítenek egy zuhanyzót. Én úgy gondolom, hogy ez olyan kérés, amit minél előbb teljesíteni kell, és van is rá lehetőség, hiszen az iskola közössége kezdeményezésre gyűjtést szerveztek, amelynek eredményeként rendelkezésre is áll önerő a szoba kialakításához. Nekünk most már önkormányzati szinten igazán nem sokat kell ahhoz hozzátenni, hogy ez minél előbb megvalósulhasson. 6 kerekesszékes diák jár az iskolába, nekik jelent majd nagy segítséget ez a helyiség. Nem egyszerű kibírni a napi 8 órát a felnőtteknek sem a munkahelyen, de a sérült gyerekeknek meg különösen nem. És szükségük van arra, hogy egy kicsit ki tudjanak nyújtózni, egy kicsit megmozgassák az izmaikat, fel tudjanak frissülni, tulajdonképpen a vérkeringésük is más legyen, hiszen ha ez megvan, akkor még gondolkodni is jobban tudnak. Az érdeklődők számára bemutató órákat és sportfoglalkozásokat tartottak a nyílt napon. A mozgás a sérült diákok számára is fontos. Dárcot, sakkot, gurulódeszkát, csörgőlabdát és egy speciális labdajátékot, a boccsát is űzhetik az iskolában. A könyvtárban kiállítás nyílt az elmúlt 10 év emlékeiből. Kedves nézőink, a Magyar Madártani Intézet jóslása alapján 5 éven belül eltűnhetnek Magyarországról a fecskék, de hogy mit lehet ellene tenni, és hogy lehet ezt megakadályozni, erről beszélgetünk most vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Kóta Andrást, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas megyei csoportjának titkárhelyettesét. Jó estét kívánok! Egyáltalán milyen fecskék élnek Magyarországon? Mit lehet róluk tudni? Igazi fecskék, úgy hívjuk igazi fecskék, ebből 3 faj él Magyarországon, a parti fecske, a molnár fecske, meg a füsti fecske. A magyar nyelvben fecskének hívjuk a sarlós fecskét is, de ők egy egészen más madár rendszertani csoporthoz, a kolibri félékhez tartoznak, ahhoz azokkal vannak rokonságban, csak mivel röpülnek és a hasonló a szárnyalakuk, ezért hívjuk őket is legalábbis magyarul fecskének. A lakóhelyünk, tehát az emberi közösségben, tehát városban, falvakban ezek közül a füsti fecske, a molnár fecske, meg a sarlós fecske fordul elő, így Szombathelyen is ők vesznek minket körül. Logikusként hogy lehet megkülönböztetni őket? Honnan ismerem meg? Részben a fészek építésük, a fészek alakjukról lehet megismerni őket.
a Molnár fecske a házak külső falára épít fészket egy kis röpülőnyílással, a füsti fecske bemegy épületekbe, tehát neki fedél kell, tehát zárt épületen belül szeret fészkelni, és fölülről nyitott a fészke. A sarlós fecske pedig általában magasan paneloknak a repedéseiben fészkel, ő külön sárfészket nem épít. Hol élnek? Azt említette, hogy van, aki a városi környezetet kedveli. Én, ahol lakom, nagyon sok fecskét látok. Ezért lepődtem meg többek között ezen a jósláson, mert hogy nálunk például nagyon sok fecske van, és tényleg a különböző gazdasági épületeknek a eresze alá fészkelnek. Igen, igen. Most ezek a felmérések, ezek a jóslások, ezek az országos fecskeállományokról szólnak. Tehát létezhet és van, és szerencsés, hogy helyenként változatlan, vagy akár több fecske is egy-egy településen, vagy egy-egy részen a városoknak előfordulhat, de sajnos a statisztikák az egész országban élő fecskék számát, azt egy folyamatos konstans, tehát a füsti és a Molnár fecskénél mindenképpen egy tizen több éve tartó folyamatos hanyatlás, tehát a mennyiségük csökkenése jellemzi. Ez számszakilag körülbelül mit jelent nagyságrendileg? Nagyságrendileg, tehát évről évre azt lehet mondani, hogy a 2000-es évek eleje ótától kezdve lényegében megfeleződött az állományuk, tehát fele annyi országosan, fele annyi molnár meg füsti fecske él, mint a mai napokban. A parti fecskénél tudok mondani egy vastmegyei vonatkozású adatot, itt mivel ez telepesen fészkel, függőleges falakba vált fészekekbe, ő náluk például a 2000-es évek elején Vas megyében 800 és 1000 pár közé volt becsülhető az állománya. Ez a tavalyi szintén teljes megyét érintő felmérésben 79 pár, tehát ez eléggé radikális csökkenés, és tényleg ugyanazzal a módszerrel, ugyanott fel lett mérve minden hely, tehát ez nem egy elszámolás, vagy nem egy elírás, hanem ez tényleg ennyire drasztikus csökkenés, és sajnos a másik két, a füsti meg a molnárnál is fokozatos, folyamatosan van csökkenés. Milyen okokra vezethető ez vissza? Szegény fecskéknek nagyon sok bajjal kell megküzdeniük, tehát ők mint táplálék specialista állat, tehát kizárólag a levegőben röpülő rovarokat fogják meg, azzal táplálkoznak, azzal etetik fiókáikat. Ezeknek a rovaroknak nyilván kell bizonyos hőmérséklet plusz, tehát mondjuk bejön ősszel egy hirtelen hűvös, amikor nappal csak 5-10 fokra megy föl a hőmérséklet, de a fecskék még nagy számban itt vannak, akkor egyszerűen nincs röpülő rovar, és ez jelent számukra, hogyha ez napokon keresztül tart, egyszerűen éhen pusztulnak 10-ezrével, 100-ezrével a fecskék. Útközben ugye a füsti fecskének a vonulását nagyon pontosan tudjuk, mivel őt könnyű gyűrűzni, mert tömegesen száll be éjszakázni, ők rendszeresen akár Dél-Afrikáig lemennek. Tehát borzasztó sok kilométert repülnek, és közben egy ilyen kismadárral hát jön egy, tehát nagyon sok veszélynek van kitéve. Az éghajlatváltozás még, ami nagyon számottevő és kényes kérdés, ugye a Afrikában a Szaharától délre telelnek, át kell repülniük a Szaharát, és a Szaharának, ahogy szárazabbra válik az éghajlatunk, nagyobb lesz, kevesebb lesz a pihenőhelyük, és nyilván nem mindegy, hogy egy nap 200 vagy 400 kilométert kell repülniük, nem bírják, és a sivatag közepén pedig bajban vannak. Az embernek, illetve az embereknek mekkora felelősségük van ebbe? Az emberek felelőssége az összetett. Ugye a fecskének kell repülő zsákmányállat, légyfélék, szúnyogfélék, ilyesmi. Ez ugye egy 20-30 éve biztosított volt minden településen, minden a faluban. Ugye voltak állatok, volt istálló, és ezzel megtalálta a táplálékát. Ugye ezek jelentősen csökkentek, tehát ezzel csökkent maga a táplálék mennyisége. Az éghajlatváltozásnak a befolyásolása az nyilván egy összetettebb kérdés, ebbe most így
érinti őket, nyilván ez egy komplex téma. Ami még a mai a napoknak a kihívása, a sajnos a városiasan gondolkodó embernek a szándékos fészek pusztítása. Tehát ami minden városban veszélyeztetheti a még megmaradt és minden szempontból is csökkent fecskeállományt. Tehát ez a kihívás az, hogy meggyőzni az embereket, hogy azért, mert odapottyant néhány ürüléket, azért nem kéne a fészkelés időben elpusztítani a fészkeiket. Tehát, már csak azért is, mert ha jól gondolom, akkor azzal, hogy eltűnik egy fecskefaj, vagy eltűnnek a fecskék, ez nem csak azt jelenti, hogy néhány ornitológus szomorú lesz, hogy egyel kevesebb madárfaj tud megfigyelni, hanem ennek beláthatatlan következményei is lehetnek. Így van, tehát ezek úgynevezett indikátorfajok, tehát jelölik nekünk egy élőhelynek, meg a világunknak a mienségét. Ez azt jelenti, hogy azzal, hogy most jelentősen csökken a fecskék száma, ugye a legrosszabb prognózisok szerint akár rövid, tehát megélhetjük azt, amikor már nem nagyon lesz fecske. Azért bízom benne, hogy ilyen nem lesz, de hát azt tapasztaljuk, hogy csökken a számuk. Tehát ezt egy-két konkrét példát esetleg, hogy milyen következményei lehetnek. Elszaporodnak a repülőrovarok, gondolom így a szúnyogok. Van, így van. Tehát a fecskék még a mai napig is a legnagyobb szúnyogpusztítónk, és azzal, hogy ők ingyen és bérmentve dolgoznak azért, hogy kevesebb legyen a szúnyog, meg az egyéb, hát tulajdonképpen ránk nézve kellemetlen rovar, ezt az embernek nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért és nagyon sok energia ráfeszítésért és milliárdokba kerülő szúnyogírtási kampányokkal lehetne azt megtenni, amit a fecske ingyen megcsinál. Tehát ezt kellene átgondolni kicsit globálisabban, hogy a fecske eltűnése az beláthatatlan következményeket hoz magával. És ugye lakott területen a fecskét látjuk, mint csökkenő faj, de azért számos más madárfaj is csökken, még hogyha ezt így egy átlag nem madarász embernek nem annyira feltűnő, szóval egy ingyen segítségünket károsítjuk azzal, hogyha például leverjük a fészkeket. Mit lehet tenni, vagy mit kell tenni? Hát legfontosabb tennivalónk az, hogy ahol már most fészkel fecske, azokat a fészkeket egyrészt felmérjük, hogy pontos képünk még, tehát egészen település vagy ház szintig felmérjük, amivel még tudunk segíteni, hogy ezeket megtartsuk. Tehát hogyha konfliktus van, probléma van mondjuk az ott lakóknak, legtöbbször ugye az, hogy potyogtatnak, hát nyilván ugye táplálkozik, ürít az állat, tehát a fecskének a kakia, az ugye, hát ez bizonyos, tehát egy-egy szezonban azért az egy jó két maréknyi egy fecskefészekből, ez megérthető módon zavarhat embereket, ha ez olyan helyre esik, de nagyon-nagyon egyszerű módon egy úgynevezett fészek-fecske pelenkával lehet ez ellen védekezni. Egyszerűen egy ilyen két-három tenyérnyi kis fa vagy fém lapot kell rögzíteni a fecskének a berepülő nyílása alá, és ezt egy évente egyszeri takarítással szemetelés nélkül megoldható. Tehát ez a kérdés, ez egy nagyon könnyű, egy pár száz forintos tétellen, meg egy negyedórás felfúrással megoldható, és akkor így ezzel bárki tud tenni egy fajnak a fennmaradásáért. Tehát mindenki fogadjon örökbe egy fecskét. Sajnos az időnk lejárt, bár azt gondolom, hogy még lehetne jó tanácsokat megosztani. Minden esetre köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és elmondta nekünk mindezeket. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönjük, hogy ma is a Szombathelyi Televíziót választották, és tartsanak továbbra is velünk, mert hamarosan következik a híradónk. További szép estét, és jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra!
A műsorvezetőt öltöztette Jean Store. Minden, ami divat.